A mazsorettekkel és dobzenekarral vezényelt felvonulás Óbecse központjában csak kezdete az orosz napok keretén belül megszervezett programoknak. Én nekem nagyon tetszett a felvonulás, és úgy gondolom, hogy ezt ápolni kell továbbra is, ezeket a kapcsolatokat a gyerekek között, azért mert ez egy tolerancia, úgyis még megértés, még kisegítés. Nem rossz az ilyen felvonulások, és ezzel megpecsételjük a közös barátságunkat és a többit. Hát kicsit az időpont nem volt a legmegfelelőbb, meleg volt, körülményes bejönni, de amúgy szép volt. Pénteken, június 13-án az Ártmedencén kerül sor a Játékok határok nélkül című vetélkedőre, az esti órákban pedig Slava Zajcev orosz ruhatervező és Verica Rakócsevic nyári kollekciójának bemutatójára kerül sor. Szombaton a Városközpontban fellép az ISZON inkluziós énekkar, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mutatják be tudásukat. Gordana Dzsigulszki, az idegenforgalmi iroda igazgatója elmondta, a jövő héten is folytatódnak a programok. Olyan foglalkozásokat szerveznek a gyermekek részére, ahol az orosz vendégdiákokkal közösen készítenek különböző modelleket, amelyek 19-én a Tisza parton lesznek bemutatva. Ugyanakkor megválasztják majd a Balkán szépét is. A fesztivál elsődleges célja a barátkozás mellett, hogy felhívja a figyelmet a toleranciára, az egymás megismerésére és elfogadására.